Azt az meghajt. Jaj, sziasztok, sziasztok, megvártam már, kicsit többen legyetek. Sziasztok. Közben megy a videó. Állj le. Na, sziasztok, szia mindenkinek, szemöldöközzünk. Várjatok, én most ezt a fajta szemöldök festéket használom. Ezt a fajtát. Még egy pici van benne, már bekavartam amúgy. Van ide, bekavartam egy kis szemöldököt. Szemöldök festéket bekavartam. Jaj, ha ez elindul, végem lesz. Rámegyek a Netflixre. Sziasztok, szia mindenkinek. Hello, hello, Angelina Jolie. Sziasztok. Sziasztok. Hello, Jolly, Jolly, Jolly. Angelina Jolly. Te kedves vagy. Az szép. Még mindig azt mondom, az szép. Az Angelina Jolly. Na? Régen, nem voltunk régen, minden nap tiktokozok. Ó, már annyit. Tényleg nincs hang? Szóljatok már, hogy van-e hang. Mert azt írja, sziasztok, leszedem azt. User írja, hogy nincs hang. User még mindig azt írja, hogy nincs hang. De van. Akkor indítsd már újra a telefonodat. Léci, indítsd csak újra a telódat. Szia, hol vetted a fülbe valót? Hol vettem? Ezt a Pennybe vettem. Tudjátok, a Pennybe is vannak, várjátok, lehet, hogy rossz helyen van a telom. Tudjátok, hogy a Pennybe is van ilyen állvány. Na, lehet, hogy itt jobb lesz, nem? Ez most szemöldök ceruza volt rajtam. Látjátok, leszedtem a szemöldök ceruzámat. Szemöldök ceruza leszedve. Ezt akkor most fogom és befestem. Ezt a fajta festéket vettem. Már csak ennyi van benne amúgy. Ezt használjuk. Ezt szeretjük. Ilyen aktivátort nyomtam hozzá. Összekevertem az egészet. Sziasztok! Szia mindenkinek! Szép estét, jó szórakozást! Köszönjük! Milyen nap van ma? Nem tudom. Itt egy nagy gülüpattanás, ne foglalkozzatok vele, én rajtam mostanában mindig kijön. Főzős vidi nem lesz. Ma csak bolonyait csináltam. Csináltam egy bolonyai spagettit. Szóltál? Csináltam egy bolonyai spagettit. Jaj, a villany! Várjatok, már még a másikat is felkapcsolom. Lehet ez volt. Aha. A villany nem volt felkapcsolva. Hello, stok. Hétfő van, igaz? Na. Ja. Na, amúgy ilyen a szemöldököm, ha nincs kifestve. Ilyen, hogyha nincs rajta semmi. Ennyi. Picit nem bánnám, ha lenne hosszabb. Sziasztok, minden nap takarítasz. Igen, minden áldott nap. Ja. Na, amúgy ennyi a történet, hogyha nincs a szemöldökömön semmi, ha nincs rajta festék, nincsen rajta semmi, akkor ilyen, ez felejtős, ez hagyjátok, ez majd, nem mondok semmit rá. Itthon vagyok én itthon dolgozok, itthon szoktam körmözni, annyira nagyon, jaj, köszönöm szépen, kedves vagy, Beátám. Elkezdem festeni. Milyen szép élénk. Micsoda, babám? Micsoda? A szemöldököm, vagy a pattanás? Nem mindegy. Sziasztok. Ez szép élénk. Igen. Köszönöm a rózsát. Köszönöm szépen, babám. Hát elkezdem, jó? Ezzel a kis történettel. Húzok rá. Ja, a szemöldök színem, köszönöm. Csak tudod, azért festem be, hogy hosszabbítjak rajta. Azért festek rá a szemöldökömre,
hogy hosszabbítsak rajta, így, a végénél hosszabbítok rá. Amúgy tényleg nem rossz színe van, tetszik a színe, csak rövid, nem? Vagy nem rövid? Én nem tudom, nekem rövid. Nekem ez a szemöldök rövid. Váratunk. Jaj, sokat tettem rá. Na, mi van? Ez olyan hülye kérdés volt, csak a magyarok nem szoktak takarítani. Micsoda? Mi? Takarítok minden nap? Hát muszáj. Ki kell takarítani? Minden nap takarítok. Nem? Tetováltast ki. Ki akarnám amúgy? Jó lenne, csak nem merem amúgy. Nem tudom, hogy hol tetováltassam ki. Kitetováltatnám, higgyétek el, hosszabbítatnék rajta, hogy hosszabb legyen, de jó lenne. Picit rá, ilyen szálasan. Tudjátok azt a szálas tetkót. Én is minden nap, igaz, Andrea? Na, hát minden nap a konyhába, meg aztán minden nap össze kell takarítani ám. Nem, azt mondom, feleségem, most csináltatta meg, ilyen szálasra, de jó neki, de jó neki. Szálasra csináltatta. Én is szálasra csináltatnám. Amúgy, és akkor így a végét, mindjárt mutatom nektek, hogy hogy szoktam. Így hosszabbítok rá. Látjátok, hogy hosszabb lett? Rodorin nálam volt. Ő a Hollós Dóra. Igen, nála voltam, ő a legjobb. És ő hol lakik? Hol található meg? Budapesten? Igen, jobban áll így. Ha hosszabb, igen, szia, azt szeretném kérdezni, hogy magadtól csinálod a körmüket, vagy tanultam. Ha tanultam, okái. Mindjárt megigazítom. Körmös suliba. Na, látod? Így ráhosszabbítottam egy picit. Na. Picit így hosszabb. Ez a természetes szemöldök. Ez. Így. Na, így szembe. Így mutatom, nem így. Várjatok. Na, ez így a fejmagasság, vagy hogy szokták mondani? Igen, így a szép, igen. Nem egy naposra mentem. Okáj és tanfolyam, ez egy rendes tanfolyam volt, nem egynapos körmös suli van. Azt nem tudtam, de jó, hogy szeretnék lenni, csak nehezen indul. Jaj, Adrikám, szia babám, de jó, hogy itt vagy. Végre itt vagy már, Adrikám, tudunk így beszélgetni, így tudunk kommunikálni, nem érted? Aj, Adri. Olyan különleges vagy. Tényleg különleges vagy. Elérhetetlen vagy. Számomra elérhetetlen vagy. Milyen festék? Ez a Profipil az a neve. Profipil. És van hozzá aktivátor. Most ezt az aktivátort tettem hozzá. Mi az a... Milyen? Mi az Ramona? Nem értelek, Ramona. Ramona, mi van veled? Mit adol el? Azt minek az? Várjuk, ráfestek. Hallod, Ramona? Jó tudni. Na akkor a másik oldala jön. Várjuk, ez hogy esik a kezemre. Egy napos tanfolyam szerintem sem létezik, főleg körmösbe. Azt mondja Gyurex. Köszönöm, Adrikám, csókollak. Hallod, csináltál már Instát? Vagy beszélgessünk már ma? Beszélgessünk már kamerán, Instán ma? De díszítő. Lehet, hogy díszítő tanfolyam van egy napos, vagy egy hetes, nem? Köszönöm, Biankám, neked is az új szíved. Köszönöm.
De amúgy mi az a durex? Akkor minek írtad be? Gyurex. Gyure, amúgy úgy kell mondani, gyurex, nem? De hát most itt akarod eladni. Na, akkor ezt így ide. Na, látjátok, szeretnénk étterem. Jól van, babám. Ja, szeretnék étterembe vagyok, este megpróbálom. Jó van, Adrikám, csókollak szívem. Jó étvágyat nektek. Ja, vagy az éttermetekbe vagy. Ja, akkor is jó étvágyat kívánok. Így már értem. A tietekbe vagy. Jó van, Ramónám, hát. Szia, te olasz vagy. Jó, az vagyok. Jó lenne olaszba lenni. Várjátok, egyformára kéne csinálni az elejét. Igen. Na, jó van, utána már leesett, hogy mondta, de jó neked. Akkor jó van, babám. Akkor majd beszélünk akkor majd este. Majd itt, akkor annyit még gyorsan elmondok neked, Adri, hogy este akkor itt írjál rám a TikTokon, és akkor majd csináld meg az Instát, jó? Mennyi ideig tartott neked ez az OK és fizetős? Hát hogy ne lett volna már fizetős? Fizetős volt? Ó, hát az első részlet volt 100 000, utána megint be kellett fizetni 100 000, utána kellett fizetni 50 000, utána megint kellett fizetni 40 000, utána várjál, meg kellett még venni cuccokat, meg mindent hozzá, ami kell, műszempillát nem szoktál rakatni. Régebben rakattam fel magamnak műszempillát, meg azt a 3D-set, csak már nem rakatok. Azért nem rakatok, mert a saját szempillámat kiszedi. És így most a sajátom már most visszanőtt. Újra van saját szempilla, már most, hogy így visszanőtt, és így már most már nem szeretnénk rakatni, mert kiszedi. Nagyon kiszedi a saját szempillámat. Jaj, de kedves vagy, Zarám. Köszi, Zsuzsám, neked is. Köszi a rózsát, Bianca. Ja. Szia, Debrecenből, sziasztok. Most már közel 300 000 forint egy okai körmös tanfolyam, mire a végére érsz. Nekem több volt, mire a végére érte. Nem 300 000 bekerült, mikor összezámoltuk. Nem annyiba kerül, többe. Na, neki 450-be állt meg. Azért mondom, hogy neked 450 000-nél állt meg a dolog. Vésd azzal könnyebb. Itt van fogpiszkáló is, itt van, ide van rakva. Hajfestékkel fested, az nem. Nem hajfesték, szemöldök festékkel festem. Majd mindjárt megmutatom a dobozzát. Várjatok, most hosszabbítok rá. Ráhosszabbítok egy picit, mindjárt mutatom. És akkor ide most festettem a bőrömre. Legyen egyforma, Istenkém, csak azt add meg. Utána letörölöm. Uh-huh. Jó lesz. 43. Szia, Tündi! Sziasztok! Szia, Tündi, Mizu! Na. Itt van a fogpiszki. Sziasztok! Szia, Diám! Szia! Csókolok, Bianca! Köszönöm a rózsát. Jaj, még egy valamit majd el akarok még nektek mondani. Hogy na, én azért nem merem befesteni, félek, nem lesz egyforma. Egyforma lesz az, nyugi. Egyformára fog sikerülni. Nem sokkal utána letörölöm. Utána fogod a fülpucolót, és akkor azzal így egy... Csak kéne egy másik fülpucolót, nem hoztam. Na mindegy. Jó lesz ez is. Ezzel így ráhúzok.
Remélem, hogy egyforma lesz. Jaj, mindjárt olvasom. Na most lesz egy, most már így hagyom. Hát, mit mondjak? Mit mondjak az elejére? Várjál. Az eleje is jó lesz. Még egy nagyon picit ide alulra teszek. Még egy kicsit ide. Várjatok. Ne, várjatok, megmutatom, milyen festék. De szerintem ez henna. De lehet vele dolgozni. Na. Henna, ez a profi prill. Ezzel festem. Látjátok már, milyen pici? Milyen picike van benne. Majd, hogyha letörlöm, akkor úgy is satírozódik annyi. Nem olyan erős ez a festék. Nem annyira, de amúgy viszont jó ahhoz ki, és ez az aktivátor van hozzá. Már több mint 4 éve vagyunk együtt. Látjátok, kezel így szépen le. Törlöm. Ezzel az ecsettel is olyan fajnul el lehet dolgozni, meg ki lehet vele húzni, meg festeni. Csak most ezzel csináltam. Mikor, hol ezzel, hol a másikkal. Könnyen meg lehet vele csinálni. A másik. Szerintem rendelte. Ezt? Nem rendeltem ezt a festéket. Hol lehet kapni? Ezt a festéket ilyen illatszerüzletbe vettem amúgy. Ilyen drogériába, illatszerüzletbe vettem. Gyöngyösön, de ezt már nem most vettem, és még mindig van benne, mert még most van ott, várj, ezt a farkót tudja, jó, ezt én is magamnak csinálom. Ja, ilyen illatszerboltba lehet kapni ezt a profifilt. Vagy nálunk itt Gyöngyösön úgy van, hogy a Tezsóba is lehet venni, az a neve. És még, már nem is hajtom tovább, látjátok, ebben még mindig sok van. És már régóta használom amúgy. Majd meglátjátok, hogy milyen jó fajta. De viszont van még egy fajta. Van ez is. Ma bolonyait csináltam. Ez meg az a johannás. Johanna. Ez meg barna. Látjátok? Ez még tele van. Ez sem rossz, de ez jobb. Ez jobb. Nekem ez sokkal jobb. Nagyon jó henna. Ez is jó. Ezt használtam sokáig. Mindig ezt a fajtát vettem. Mindig ezt vettem újra. Csak rátaláltam erre. Kipróbáltam. És azóta ezt a profifilt használ. Még profifil. Azóta, igen. Aztán majd fogjuk és letöröljük. Ez is barna. Mind a kettőnek barna színe van. Sötét barna. Rajta hagyom egy olyan 25 percet. Kb. Mennyibe kerül? Olyan 900 forint, 1000 forint. Körülbelül egy 1000-esbe kerül. Ja, na, a másik meg az, hogy tudjátok, Bari Rozáliának a TikTok fiókját azt elvették, feltörték, elvették tőle, valami hasonló történt. Mindjárt megmutatom. És most fent van úgy, hogy Bari Rozi 6. Bari Rozi 6. Így van fent újra a TikTokon, és legyetek szívesek, aki még nem tudta ezt, vagy nem tudja, akkor kövessétek be, mert elvették tőle a fiókját. Valaki feltörte a fiókját, hacker, és azóta nincs meg neki a fiók. Na, ez a profifil. Ez a fajta, ezt szeretem. Ez is nagyon jó, de ez most nekem jobb. Na, hát itt van, megint megmutatom.
De ezt a sár, ez a narancssárga tubusos rögtön megtalálják. Ő most nagyon beteg, kórházba volt, elájult otthon, fiatalált rá. Ki ájult el? Szemmel nem szép. Rózsi, ne hülyéskedjetek már, honnan tudod? Elájult, kórházba van, Rózsi? Rózi. Ja, Rózi, Rózsi, Rózi, csak én mondom, hogy... Tényleg? Azt a mindenit. De mi történt? Honnan tudod? Sziasztok. Jó van, Ramona, kitiltalak, menjél már innen. Te nagyon szihopata fasz vagy. De már hogy kell? Így? Hú, már felidegesít ez a kis... Szenved itt a kutya fejű. Na, akkor várjál, mert fent YouTube-on live-ban mondta el. Ja, értem, Vivien, akkor de már otthon van? Azóta? Már otthon van? Kicsit kis spagettit eszek gyorsan. De már akkor biztos, hogy otthon van. Szia, mi jót csinálsz? Befestettem a szemöldökömet, várom, hogy megkössön a beton, hogy megkössön rajta az az anyag. És hogyha megkötött, ezt így ki is törlöm, hogyha megkötött, akkor ezt így kidobjuk, és akkor kitöröltem. Gina vitte el a Rózsit. De várjatok már, de nem mondta, hogy mi történt. Miért ájult el? Front van? Vagy mi történt? Igen, otthon csak szédült, meg fáj a nyaka, feje, ahogy beütötte. Já, gyereke! Ó, szegény, az igen. Hú. Front van, nem-e? Nem jó a vérnyomásnak ez a front. Én is úgy szédültem tegnap. Bolonyai spagettit. A kórházban. Aj, szegénykém, remélem már akkor sokkal. Remélem már otthon van, mert már jobban van. De akkor tudjátok, igaz, hogy új fiókja van neki, a Bari Rozi 6. Én is szédültem ma. Nem jó bizony, nekem 3 napja fáj a fejem. Front, igen, az csak rosszat csinál, azt. Komolyan mondom, hogy nem jó ez a front. Egy nagyon kicsit eszek. Nem sokat, egy kicsit. De azért, mert már 5 óra van. Egy kicsit azért. Addig még szárad. Nagyon megkívántam. Jaj, ne is mondd. De amúgy olyan gyorsan megvan. A másikra fel is tettem gyorsan, csak ilyen zenés aláfestéssel. Egy kis videót róla. Egy kicsit nem sokat. Egy kicsit szedek ki. Hát, tornázgattam is majd cseppet. Hát most spagetti van. Spagetti a menü. Remélem látszik. Teszek egy kicsit a tésztára. Egy kicsit szedünk. Ennyi elég jó. Utána én már nem is kell nekem semmi. Nincs alma. Na nem baj. Szia, de gyönyörű szép vagy, itt vágyat. Köszönöm szépen, babám. Köszi, Vanessa. Szia, örülök, hogy itt vagy, szeretsz nézni. S a YouTube küld értesítőt. YouTube se küld értesítőt. Hogy értve? Mondod? Ha látjátok, egyre jobban fogja be a festék, így olvad bele. Látjátok? Na, így szeretném kb. Így ilyenre kitetováltatni. Na, ilyenre. Na, gyere, babám, de te jössz! Ezt a fülbevalót, ezt szerintem én a Pennybe vettem még régebben. Volt vagy 400 forint. Csókollak, Biancám. Pamela, legjobban te főzöl. Igyekszek. Amit én tudok, amit... szoktam csinálni, és hogyha meg az uram leteszteli, tudjátok, jól sikerül, ha ízlik nekünk, akkor veletek is megosztjuk ezeket. Ötletnek is jó. Na, kit tiltottatok már le? Macinak is megy a hasa, Niki vitte neki a banánt. Az igen.
Nem, jaj, hogy mocskos cigány, de szemtelen vagy. Látjátok, milyen szemétaljas. Könnyebb a lelke, mi? Akkor legyen úgy, ha megkönnyebbülti ezzel. Milyen kutya Hitler fejű kutya emberek vannak, nem? Rasszista. Na. Megmutatod az álmennyezetet? Meg. Várjál, majd mindjárt így mutatom meg nektek. Valahogy felfele irányba. És akkor látni szeretnéd. Remélem, hogy látszik. És akkor így innen jön. Így fel. De az én telefonom az nem a legjobb. Meg az én telefonom. Na. De gyönyörű, szép. Köszönöm. De jó. Látszott akkor belőle, remélem valami. Na, így is várjatok. Még lehet, hogy ezzel a kamerával így ez ilyen. Jobban látszik. Meg hogyha így ide jövök. Na, így. Ott a mennyezet. Szerintem még így lehet, hogy jobban látszik. Nagyon szép, köszönöm szépen, kedvesek vagytok, tényleg. Mit főztem? Jaj, mit főztem? Bolognai spagetti. Leszedj, ma leszedted? Na, akkor jó van. Mi a nem jó? Mi? Te falkó is. Addig, míg az enyém megszárad, és a szemöldököm, addig. Mi a? Semmi. Egyé. Mi hajkator? Adjál ma akkor nekem vizit. Villát, légy szíves. Elfelejtettem hozni villát. Megszédítel, hogy sóhajtozol. Tessék. Na. Ez van, ez én bólint. Mondom, hogy még ilyen nem. Nem, mondom én, hogy hizé. Sziasztok! Hallod, a Rózsi elájult otthon? Na, mi volt a? Lehet, hogy a front vagy valami kórházba is került. Úgy elájult, hogy a fejét is beütötte. Vagy Zoli. Jó, van azért menjen azért kígán. Hát igen, vagy hát mert front, vérnyomás. Jó, lehet, az másra is utalhat. Köszönöm. Hát igen, köszönöm Zsóka, neked is Gizellám, köszönöm mindenkinek. Most nem kell rá sajt. Van nyomósajt. Nem menjél már sehova. Nem szeretek magamban is mostanában itt hol lenni. Nem tudom miért. Sziasztok. Na. Másra is utalhatod? Bizony, bizony. De jó lenne jelen igazából szemöldökkel. Most nézd meg, milyen szépen kifestettem. Semmi nem tetszik neki, hát. Jó, jó. Ilyen lenne. Hát én is szeretnék milliomos lenni, de nem lehet, bazd meg. Szia testvérem, nagyon. Szia Vanda! Szia babám, szia szép testvérem, mi újság van veled? Hogy vagytok? Na, hordja a falkos sapkát, nem csak a tük. Mi, mindig hordja? Hordja. Azóta is hordja. Édeském, engedd el nekem ki jó hideg csap vizet. Mi a? Majd ne rakd vissza. Ott a poharam. Abba. Abba, jó. Jól vagyok, és ti? Mi is jó vagyunk, hál' Istennek. Örülök neked, hogy jó vagytok. Tündi néném is jó van. Köszönöm. Meg is. Jaj, jó, de. Köszi, Edvard. Ne, van sajt, nem teszek rá. Nyomós. A farkó rászokatott, ahogy majonézt tegyek rá. Mert ő majonézzel leszi, ugyebár. Tészta lecsúszott egybe.
Hú, de rossz volt, ha. Na, másodjét is. Az, én is így eszem. És a párod is. Aha. Ha ő is rászokatott engem erre. Azt mondja, hogy hagyjad, mert nekem abban már műhány. Ne dobd ki. Kenjem el. De magadnak, babám, kenbe. De vedd ki, csavard le. Maradból már csak pici van. Mindet csavard le. Már nem jön ki. Fiammal is majonézzel leszünk, nagyon finom. Finom, tényleg. Biztos tájfölel is jó amúgy. Nincs már benne. Ja. Nem tudom, most szerintem nincs itthon tejföl. De jövő. Olyan jó tájszólásod, szeretem. Na, ennek örülök. Azzal is jó spagetti. Elhiszem. Elhiszem, hogy azzal sem rossz. Olyan jó lenne letörölni, most legalább akkor így maradna, meg a hossza, a hossza. De majd mindjárt kiderül. Szép estét mindenkinek. Jó, jó, gőzes tésztát csináltál, első osztályú. Nem. Párodnak befested a szakállát? Kérdezi. Most nem. Befessem a szakállat ma. Majd igen. Ma? Hát a majd, ha lesz kedved. Befestem inkább. Hogy ne festeni? Csak hízi, javíts ki. Igazítsad. Na. Szia, úgy vagyok. Nem baj, ha bekövettelek. Jaj, de hogy baj, Henrietta. Én csak annak örülök, hogyha bekövetsz. Köszönöm. Holnap mit főzöl? Nem tudom. Hónap lehet, hogy csinálok majd egy kis levest. Elugrok, üzik pengészél. Na, mennyi el pengé? Ott a tatyó. Jó van. Addig én meg már azt akkor letőlöm. Hát akkor befestem neki ma. Igen. Uh-huh. Ott a tatyó. Az epilátoromban nem hozol a rózsaszínbe elemet. De akkor vegyék egy ezrest. Mert én azt akarom használni a lábamra. Olyan jól megtaláltam. Pocek lesz a bátya. Hát majd figyelj, me. Befestem a szakállát. Hasza lesz a bátya. Pocek. Reggel Gina live-ban azt mondta, hol vagyok, elveszve, úgy szeretem őt is, mint ahogy téged is. Jaj, kérdezett, igen, értem, téged is. Hát azt a női borotvát, tudjátok, a vonos. Azt abba kell nekem ellen. Olyan jó, az a vonba van olyan, az a vonújságban. Én körmözök. Mindig leszem magam. Jó, hát Edván. Miért ne volna jó? Mi? Ha befestje a haját, azt mondja szőkére. Szóval miért nem jó, ha befesti? Hogy ne volna jó? Ő magának festi. Látszik, hogy nagyon jó asszon vagy. Köszi, babám. Köszönöm. Más nem köszi. Más nem, babám. Sajtot szoktam rátenni, ott van a hűtőben nyomós sajt, de most én majonézt tettem rá. Mert azt a nyomós kemping sajtot szoktunk, milyen festékkel fested a szakállat. Majd megmutattam amúgy a palettával. Szerintem is annál. Valaki olyat írt, hogy
Csillagcséde csemme, megátszab úrba becsíkett a két és fél óra. Egy kicsit becsíkett a fél óra, két és fél óra. Most elmegy a bódba, figyelj itt. Nem már, ne sokáig gyere. Tényleg? Elmegy ide a bódba. De majd nem csoká. Még el is köszönt, elbúcsúgyott. Mondom nektek három óta. Nem igaz, jön az. Azzal a munkával sokra menni, ha nem lennél eltartva. Ez van, hallod. Most mit csináljak, ha eltartanak? Arról se tehetek. Tartsanak el téged is. Ez olyan felháborító dolog, hogy valakit eltart, mert megértem le. Szemem, de mindjárt jön a falkó, hát remélem. Hadd tartson, örül neki. Én ezzel örömet okozok neki. Köszönöm, irítség, betegség. Hát komolyan, nagyon. Ilyet szólni. Hogy legyen? Hát nem. Ez a normális. Hát, majd hogy eltart. Hát, én 10 perc múlva járom a boltot. Hát, ez normális. Hála Istennek a férjed el tud tartani, nem? Én meg itthon megcsinálok mindent. Sütök, főzök, takarítok, mosok, rendbe tartok mindent, jól vagyunk, megértjük egy... Akkor... Csoda, hogy nem fá. Azaz, azt kellett volna írnod, hogy izé. Inkább már nem mondom. Sok embernek meg azt kell, nem? Kitesz az asszonyt a járdára, azt akkor keresse a pénzt. Nem, azok a fain asszonyok. Na, Tündit is eltartja. Na, akkor ez hülye beszólás volt. Nem volt beszólás. Amúgy neki igazad van, hülye beszólás volt. Magát égeti le. Aki boldogan várja haza, hát nem. Slusszpassz vége a boltnak. Ennyi. Nem tudom, mit zavarja egyeseket. Én sem tudom, de eskü, hogy nem tudom. Nem tudom. Egy embernek ez a dolga. Nem? Editkét letiltottad. Most Editke miért lett letiltva? Jaj, mamám. Editkét miért tiltottad? De csúnyát írt? Hála az égnek neked megadatott. Köszönöm szépen. Én sem tudom, de esküszöm, többet dolgozom, mint egy munkahelyen itthon. Azt mondom én is. Köszönöm, Jászminkám, csókollak. Köszönöm a rózsát. Én azt mondom, én is. Jó lenne, amúgy ezt fizetnék nekünk itthon órabérbe. Nem bánnám. Elvállalnám még 1000 forintos órabérbe is. Na. Jó lenne. Nej már, fiam, letiltotta Editkét, de mi? Hogy vagy, Melindám, a Gina lábjában mindenki lebetegedett, én nem vagyok, ha én se vagyok beteg, babám, meg a Falkó se. Picit meg vagyok fázva. Így van, mindenhol más a szokás is, máshogy vannak megegyezve. Dolgoztam én amúgy, több helyen. Dolgoztam én amúgy. Kit tiltott kit? A Neymar tiltotta Edittet. De mi? Olyan szépen beszélsz, annyira tetszik. Csókolom, babám. Anya, tiszta szívűn, sugárzol, imádom a videódat. Köszönöm, babám. Köszönöm, Gabriella. Reggel volt szó a vakcinákról, én egyetlen egy Covid-injekciót vettem fel. Én egyet se. Én itt sem felelek meg, hogy dolgozom. Mindig ezt hozza fel. Úgy, hogy Melinek a jó mindenhogy megfelel. Ja, értem, csillukám. Ja, hogy fel van hozva. Na, hát ez nagyon csúnya dolog. Dolgozol, meg minden, és akkor így sem felelsz meg. Fel van hozva a téma.
hogy hát ki mennyit keres. Ez olyan nagyon-nagyon csúnya dolog. Olyan csúnya, amikor két ember, akik együtt vannak, meg együtt élnek, egy koszton vannak, szerelmesek egymásba, egy párt alkotnak, és akkor vitatkoznak azon, hogy te neked mennyi a jövedelmed, meg te mennyit hozol, meg neked mi a jó, meg hogy mennyi pénzed van, én szeretnék úgy főzni, mint te. De örülök neki, Jutkám, hogy ezt írod. Tetszik neked ennyire a főztőm? De megmutatod egyszer az egész napodat, hogy telik. Igen, Bettina, majd megmutatom. Fett lesz majd YouTube-on. Jó, akkor Bettina. Majd itt meg fogod találni a YouTube-on, majd teszek fel oda egy vlogot. Amúgy már szeretnék tenni fel oda a vlogocskát. És akkor így van fenn. Diácskám, majd kiírod ide a YouTube csatornámnak a nevét, hogy Ellen Melinda YouTube. És akkor ott lesznek majd ilyen vlogok, hogy akkor hogy telik egy nap, meg ilyenek. Én is szeretek olyanokat csinálni, és akkor majd felrakom. Nem erdőtelki vagyok. Anya is szerette, ahogy főző. Csókolom, Adrien. Anyukádat is. De szép a nyakláncod. Nagyon szeretem. Ez már megvan régóta, ez a kis vékony kis nyakláncom ebből a kis medállad. Imádom. Imádom, amit csinálsz. Csókolok, Mónikám. Úgy, Diácska ki is írta. Köszi, Diám. Csókolok, babám. Köszi, édesem. Köszi, Szintiám. Csókolok. Legtöbbször tőled kapom az ötletet, hogy mit főzzek. Jaj, de jó. Puszilag, Bianca. Jaj, köszi, Diácskám. Egyem a szívedet. Hát akkor ilyen járvány lenne, vagy én nem tudom. De jó látni, Melikém, de jó, hogy itt vagytok. Jaj, puszilla, köszönöm a rózsát, Rebusmom. Ahol töltötték, fent Pesten, a Váci utcába. Köszi, köszönöm, Rebuskám. Rebusmom, Rebusmám. Krumplit. Én ma Melinda oldalas tettem, mert tacikit, meg krumplit első osztályú. Fedig krumplit meg is csinálta. Jaj, tudom, melyiket mondod. A zsírba krumplit, a fehér krumplit, azt mondja, meg is csinálta, de jó vagy. A fehér krumpli, igaz? A zsírba krumpli. Nem kell meg lemosni. Nem még, nem mosom le. Jött is. Jó van, jött gyorsan. Jött, tényleg gyorsan jött. Ez Maybelline, ez a Stay-Matt rúzsom. Ezt tudjátok, az Stay-Matt, ami nem jön le. Hiába eszel, iszol, bírja. Na jó van akkor. Na, megnézem a szemöldökömet, oké? Mindjárt megmutatom a szemöldökömet. Hoztál babám, volt olyan ellen? Ja. Az valóban olyan vékony? Ja. Te miért? A vastagabb. Tényleg? De kicserélik. Nem, ő is kegyünk. Na, ki kell, hogy cserélje, mert rákom. A vastagabb. Ott van az én oldalamon a mosdóna, hozd csak ki. Na, benéztem. Jó van, azt hittem, tudod, de én meg elfelejtettem mondani. Kéri Sénista egy tányérról megkívántam, van diácskám. Vagy? Te vettél jót? Benéztem. Benéztem. Já. Az drága volt, mi? 1000 forint volt a kettő. Benéztem. Majd kapott. Legközelebb. Meg itt nincs benne. Már mindegy, jó van akkor, mindegy, mert még majd ezután akarom. Mit tettél, bolonyait? Na, leszedem. Ebbe víz van. Sima víz, jaj, adja már a drága jó szűzatya Máriám, hogy sikerüljön. Melinda, mennyi volt a szájfeltöltésed? Nem volt olcsó. Mi? Szájfeltöltésem, hogy mennyi volt, hát. Ott csináltattam a Pesten, az esztétika plasztikába. Esztétika plasztikába. Szerinted már letörölhetem? Ma téret jobba fogta. Jó, törlöm, letörlöm. Oké. Okay. Ez sima víz.
sima víz, és akkor így megfogod, és bum. Hát, hossza nem lett meg. Nekem nem fogta be annyira a hosszát, de semmi baj. Adott neki egy kis hosszúságot, na megmutatom nektek így. Ilyen lett a semmődököm. Adatok. Na itt hosszabbítottam rá, látjátok, ilyen halványon fogta be. Egyes vagy oszonka vagy, jó lesz biztosan. Jó, köszönöm szépen. Tetszik. Hogy ne tetszik? Látjátok mennyivel? Hát ezzel látszik, hogy rajta van a sok festék. Na, így meg megigazítom. Kis vakszal odaállítom, ahova kell. Leszedem a másikat is. Nagyon szép vagy, jó lett. Köszönöm. Szia, Timi. Köszi, köszönöm. Én körmözgetek, sokkal jobban tettem a mozsonyihoz, mint a másik. Tényleg? Én Babó Lajos nedves törlővel szoktam letörölni, hogy hidratálja. Na jó, jó lett, igen. Jó lett, megnézzük a másik oldalon. Jó lett. Nem lett rossz. Jó, tényleg. Hát így túl sötét, így túl vastag, vagy hogy mondjam, látszik, hogy vastagon van rajta a festék. Le kell, hogy töröljem. Ez a fajta festék, ez nagyon jó amúgy. Na látod, ez az oldala meg sokkal jobb lett, basszus. Én nem tudom, hogy miért fogta be itt jobban a bőrömet, de ez az oldala jobb lett. Nagyon jó festék. Mindjárt megmutatom majd megint még egyszer a dobozzát. A tubusát tudom már csak, mert nincs meg a doboz. Itt lesz a tükör. Gyere. Már én kész vagyok. Tessék, jó lett. Ott jobban látod magad, vagy itt akarod csinálni? Na. Majd mindjárt lepakolok, mert már úgyis kész vagyok. Na gyerekek, mentem. Majd jövök még vissza hozzátok. Lehet, hogy azért az oldalon több volt fent. Látjátok? Jaj, ezzel a pattanással tényleg ne foglalkozzatok, mert ez nagyon csúnya itt. De amúgy ez se lett rossz. Ez fájt, mert én is akarok csinálni. És fájt. Ja, nem fáj. Szájfeltöltés. Hát az első az fájt. Az első. De már a harmadik nem, meg már a második se annyira. Na. Ilyen lett. Állatok, rakjál még rá. Nem rakok már rá. Jó van még itt. Ilyen, de már kidobtam már, amit bekevertem. Itt egy kicsit jobban. Nem baj, mert még szemöldök ceruzával majd ide a végére húzok egy-egy vesszőt. És akkor így kész van. Ez ilyen lett. Na, szemöldököztünk, tracsoltunk. Semmi baj, csak jó odaillik neked. Hát jó, hál' Istennek, meg látjátok? Barna. Nem fekete, hanem barna. Sötét barna. Sokat számít az, hogy menjen a hajszínhez. A hajam sem fekete, hanem barna. Hogy került oda a pattanás, Melindám? Hát a jó Isten a megmondhatója, hogy került ide ez a pattanás. Oda varázsolódott. Már két napja ide van varázsolva. Hát persze, hát ezt nem nehéz észrevenni. Ez még szerintem a űrből is látszik, ez a pattanás. Itt megint, itt jön ki a harmadik szemem. Másnak itt van a harmadik szem, nekem itt. Sziasztok! Na majd jövünk vissza hozzátok kicsit később, még lehet. Én a múltkor úgy jártam, hogy fekete hennát vettem, ahol kopott ki, elkezdett zöld lenni. Jaj! Az komoly, amikor kopik és zöldül befele. Ez a barna, ez nem zöldül. Meg ja, megmutatom, mert mondtam, hogy valaki kérdezte. Várjatok! Köszönöm, Rebikém! Profil, várjátok, így kihajtom, hogy kibírjátok fotózni, aki ki akarja. Sziasztok, a Fránya TikTok nem küld meghívás, a YouTube, komolyan mondom.
Hát remélem, hogy küld. Ezt nem baj, ezt a videót, most ezt a szemöldök festőset. Vissza tudjátok nézni ezt a festéket, hogyha elfelejtitek a nevét, mert most ezt a videót feltöltöm a YouTube-ra. És vissza tudjátok nézni, és akkor ott látjátok majd a festéknek a márkáját. Kifotózzátok, akár még üzletbe megmutatjátok, vagy a DM-be, szerintem lesz. Köszönöm, diácskám, hogy kiírtad. Igen, szerintem ez henna. Mert ez a fajta is van, ez sem rossz. Ez a johannás. Ez sem rossz. Meg ez a sárga, amit mutattam, ez a sárga doboz, ez is másik. A Hanna refektocilt próbált ki. Nincs nálattól? Nem. Van. Adj csak ide, ezt még kiírom, mama. Mert pont ezt láttam egy hizin ilyen kozmetikusnál. Na mindjárt felírom ennek a nevét, jó? Köszi. Látjátok, én fel is írom. Várjál, refet. Na, felírtam. Kallos, megnéztem. Az a legjobb. Én azt használom, nagyon szeretem. Az is biztos, hogy nagyon jó, de mondom nektek, ez a sárga tubusos, ez nagyon-nagyon jó. Ez is nagyon jó. Ezt is ajánlották nekem amúgy, és nagyon jó. Nagyon. Nem tudom, hogy ez henna, ez csak sima festék szerintem. Ez a henna. Ez a johannás. Na ez a henna szerintem. Na jó, megyek gyerekek, vissza felteszem ezt a YouTube-ra, majd jövök hozzátok vissza. A DM-ben veszem a szemöldök festéket. Biztos, hogy ott is van ilyen fajta. Ezt itt majd csak eltüntetem. Sziasztok! Legyetek jók, ha tudtok, a többi meg nem számít. Puszi nektek! Sziasztok! Szia!